És akkor folytatjuk a délelőttet, és egy következő társaságot, alapítványt fogunk bemutatni, miközben Miklós atya átsétál a kamera előtt, méghozzá a szellemi sérült testvéreinkért alapítványt. Róluk még nem beszélgettünk, ők még nem voltak a vendégeink. Regény Jenikő gyógypedagógust köszöntjük nagy szeretettel, szervusz! Szervusztok, köszönöm a lehetőséget. Miről meséljek? Hát magáról az alapítványról, mert ahogy mondtam, itt még nem beszélgettünk sem a Bónum TV-ben, sem a Karizmák ünnepén erről. Mi a történetetek? Meddig nyúlik ez vissza? 83-ig nyúlik vissza a történet. Akkor alakult egy kis közösség az akkori Csalogány utcai általános iskolában, ahova értelmi fogyatékos gyermekek járnak. Az ő hitoktatójuk volt Siményi Kamillóné Eszter néni, és az én nagybátyám dr. Kovács István doki atya. És így ők voltak azok, akik nyárra szerveztek egy olyan két hetet, amikor a szülők egy kicsit pihenhettek abból a 24 órás szolgálatból, amit egy fogyatékos gyermek nevelése jelent. És 92-től lett ez egy alapítvány, és 92-től működik rögtön egy napközi otthon is, ahova 20 értelmi fogyatékos felnőtt jár, most már ugye felnőtt korúak, és a nyári tábor az most is megvan, és van már két lakóotthon is 10-10 főnek, illetve tervezünk egy olyan műhelyt, ahol majd kézműves remekeket lehet készíteni, csak ugye a foglalkoztatásnak a szabályozása az most még egy kicsit nehézkesebb ebből a szempontból. Hogyan befolyásolta például a pályaválasztásodat? Mert itt úgy érzem, hogy akkor a családi háttér az abszolút adott volt. Volt más választásod? Hogy nem tudom, ne gyógypedagógus legyél? Volt. Én nagyjából 4 éven keresztül próbálkoztam az általános orvosi felvételivel. Negyedszerre sikerült, amikor is a gyógypedagógia is. És akkor úgy döntöttem, hogy gyógypedagógus leszek, és ez nagyon jó döntés volt. Én gyógypedagógusként definiálom saját magamat. Van még ezen kívül néhány végzettségem, de az mindenhoz kell, amit csinálok. Mi hajt téged ennyire belül? Mert hát akkor azért végül összejött az orvosi, nagy presztízsű doktor, nem tudom én, és most is mosolyogva boldogan arról beszélsz akkor, amit végül ma csinálsz, ami azért nagyon sok minden, tehát ülhetnél itt eléggé fáradtan is, meg egy kicsit ilyen nyúzottan, hogy hát igen, ezt is csináljuk, azt is csináljuk, de nem ezt teszed. Hogy mi hajt belül? Az a szeretet, amit tőlük lehet kapni. Tehát náluk abszolút igaz ez a megélhető naponta, hogy nem ti választottatok engem, ugye, hanem az a fajta szeretet, elhivatottság, abszolút elfogadás, amit belőlük jön, az nagyon is inspiráló, és nagyon jó velük együtt lenni. Nem, én nem is feltétlen munkának definiálom azt, amit én csinálok, hanem egy jó együttlétnek azokkal, akik engem szeretnek, és akiket én szeretek. És akkor lehet hozzátok jönni töltődni önkéntesként? Mert természetesen mindenkit nagyon várunk, nyári táborba is, és amúgy is a hétköznapokban is. De mi a beugró, ha valaki önkéntes szeretne lenni? Jelentkezünk és oda sétálunk? Nem, hogy fölvettek előtte az orvosira. Akkor nem fogunk menni. Szerintem bőven elég egy telefon, hogy ott legyünk, amikor jöttök, és utána minden folyik magától. Van esetleg egy honlap címetek? Vagy... Van, a www.sored.info. Tehát Soréden volt a nyári tábor hosszú-hosszú évtizedekig, és a Sored.info holnap az a mi holnapunk. Itt ugye már félmondatban beszéltél az intézményeitekről, ugye van egy napközi otthonotok, de van egy Szent Mihály otthonotok, meg egy Szent Márton lakó otthonotok. Itt mi a különbség akkor a három műfaj között? Az egyik egy nappali ellátási forma, ez ugye az Árpádházi Szent Margit Énó. Ide olyan emberek is járhatnak, akik mondjuk családban élnek még, tehát nem intézményes ellátásban, tehát tartós bentlakásban, keretében, hanem bejönnek délelőtt, reggel, ott különböző fejlesztések, foglalkozások zajlanak, és akkor délután, vagy ha ebéd után akarnak, akkor ebéd után mennek el. Ez a nappali, a másik kettő a férfi szentek, a Szent Mihály és Szent Márton, azok pedig ugye a tartós bentlakás nyújtó lakóotthonaink gyakorlatilag. És még vannak nagy terveink, mert vannak még embetűs szentek a naptárban, tervezünk még. Itt
Én felírtam magamnak egy csak két szót, hogy az integráció fontossága. Ezt ti hogyan élitek meg, vagy kell-e őket integrálni, vagy hogyan kell a lakóitokat, vagy a bejáróitokat integrálni? Ez most egy olyan divatos szó. Milyen integráció fogalommal dolgozunk? Uh-huh. Milyennel dolgozzunk? Hát mit értetek integráció alatt? Az egész szerintem ott fordul meg, hogy az integráció az befogadást vagy elfogadást jelente inkább. Mert ugye a latinban mind a kettő benne van, hogyha az integrációt figyeljük, mint eredeti kifejezés. És igazából én azt gondolom, hogy mivel mind a lakóotthon, mind pedig a napközi otthon a lakókörnyezetben egy integrált helyen van, tehát családi házak között áll, az már egy spontán lehetőség, hogy pusztán a közlekedés. Amíg a lakók nincsenek olyan idős állapotban, vagy gyenge állapotban, hogy tényleg autóval vagy kis busszal kelljen őket szállítani, addig a tömegközlekedés is egy kiváló szintere az integrációnak, mert azért van szükség igazából tudatos integrációra, mert az emberek jó része nem ismeri őket, nem találkozott velük, és ezeket a találkozási pontokat kell megteremteni, és akkor működik minden magától. Hát a tömegközlekedést nézzük, én itt Budapesten elég gyakran és elég hosszú távon használom, és ha már csak az elfogadás szintjén maradunk, én például sokszor nem tudom, hogy hogyan kell segíteni, vagy hogy oda merjek-e menni segíteni, vagy megoldja egyedül adott esetben a buszsofőrrel mondjuk a felszállás, szóval ezt is szerintem tanítani kéne? Szerintem nem kell ettől félni, mindig az a legegyszerűbb, mert ugye csak az a segítség, amire a másiknak tényleg szüksége van, vagy amit el tud fogadni segítségként, hogyha megkérdezzük, hogy tudok-e segíteni. És hogyha azt mondja, hogy tudok, akkor el fogja tudni mondani azt is, hogy hogyan. Lehet, hogy ez az elmondás, ez egy kicsit sajátos kommunikációval fog zajlani, mert akár betűtábla, akár kommunikációs tábla is szóba jöhet, mondjuk ha súlyosan mozgáskorlátozott emberekről beszélünk, de elmondják, hogy mit szeretnének, vagy valamilyen eszközzel kifejezésre juttatják, hogy mi a segítség az ő számukra. Itt most a karizmák ünnepén hogyan mutatjátok be az alapítvány életét, vagy hogy mit mutattok meg magatokból? Hát eljöttünk a lakóotthonokból, itt vagyunk a négyes sátorban, mindenkit szeretettel várunk, és vannak a nagyobb közösségből is, akik még nem lakóotthonosok, csak a hittanos, meg nyári táboros közösségbe jönnek, ők is itt vannak, és velük lehet beszélgetni és kézműveskedni. Hoztunk mindenféle jópofa dolgokat, például tortacsipkéből lehet galambot készíteni, ha már pünköst van, ugye Szentlélek jelképek. Hát köszönjük szépen, Enikő, hogy eljöttél hozzánk, és legyél jövőre is ilyen mosolygós, remélem, hogy találkozunk még. Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is így tervezem. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.